A tanácskozásra azért volt szükség, hogy az említett nemzeti tanácsok képviselői beszámoljanak saját nemzeti közösségük jelenlegi helyzetéről és esetleges gondjairól. Továbbá, hogy ismertessék cselekvési tervüket, amely a beolvadásokat hivatott megakadályozni. A beszélgetések építő jellegűek voltak, és ennek köszönhetően más megvilágításba kerültek azok a problémák, amelyekkel a cseh kisebbség szembesül. Remélem, hogy ezek után más bánásmódban részesülünk majd, hiszen kis létszámunk ellenére mi is részesei vagyunk ennek a társadalomnak. Ami minket legjobban érint, kicsiket, hogy a fiatalok távoznak innen, napról napra jönnek hozzánk, és ez a fájó. A német egyetemisták kint tanuljanak szerződés alapon, tehát fizetve legyenek, és amikor elvégzik az egyetemet, a tudásukat azt itt praktizálják az országban. Mert egyébként, hogyha ez így megy tovább az elvándorlás, mi elhalunk, akkor sötét jövő vár ránk. A görög nemzeti tanács legnagyobb problémája, hogy zárolták a számláit. Már lassan egy éve annak, hogy az emberi és kisebbségi jogi iroda nem továbbítja nekünk azt a pénzösszeget, amely megillet bennünket az állami költségvetésből. Ez a tanácskozás jó alkalom volt arra, hogy megpróbáljuk orvosolni ezt és az ehhez hasonló gondokat. A résztvevők kedvezően értékelték a kerekasztal beszélgetést. Egyhangulag egyetértettek abban, hogy a fiataloknak kulcsfontosságú szerepük van a nemzet megmaradásában, és ezt csak az elvándorlás csökkentésével lehet elérni.